Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink, határainkon innen és határainkon túl. Mai vendégem Kovács Klaudia, aki Amerikában él, és most Magyarországra jött, hogy egy filmet forgasson. Erről fogunk beszélgetni. Isten hozta, kedves Klaudia. Köszönöm szépen. Elsőben azt szeretném megkérdezni, hogy mikor hagyta el az országot. Azt nem kérdezem, hogy miért, csak hogy mikor. A 90-es évek elején indultam útnak. És volt valami segítség, vagy valaki mondta, hogy most akkor jöjjön oda, mert ott azért a szakma fog menni. Újságírás, filmrendezés, színház, amit itten leírt nekem, hát ez egy csodálatos karrier eddig. Na, hogy lehet Amerikával csak így betörni? Ilyen gyorsan nekem se sikerült, pedig próbáltam. Hát nem volt amerikai nagybácsim, igen? Volt körülbelül 200 dollárom viszont, és körülbelül 200 angol szótudásom. Tehát ez az, ami nekem volt, és egy nagy dac, ami bennem eluralkodott azután, hogy nem vettek fel a Magyar Színház és Filmművészeti Főiskolára. És miért nem vették fel? Mi volt a, hogy tehetségtelen? Hát nem tudom, hogy tehetségtelen. Mert sok ember engem is így dobtak, én ne fékezzem. Nem tudom, hogy miért vettek fel, állítólag túl magas voltam. 183,5 centi vagyok. Úgyhogy lehet, hogy ez, de hát lehet, hogy más. Hogy kilógott a sorból, de igen. Minden magyar színész ilyen picike. Igen, lehet. Hát ez segíteni. Hát Júliát nem fogok játszani valószínűleg, de ne. Vannak más szerepkörök is. Igen, igen. Az irodalomban. Igen. Jó, szóval megérkezett Amerikába, és azt mondta, hogy most itt vagyok, megfogta a koffert, és mit csinált? Volt egy olyan lehetőségem, hogy valakinek a házára vigyázzak, amíg az illető külföldön dolgozott, tehát ott laktam fél éven keresztül. És elmentem babysitternek. Szokásos. Semmi különleges történet ebben nincsen. Megtanultam angolul, minden nap 8 órát tanultam, egy 6 hónapos kislányra vigyáztam, és ez kitűnő lehetőséget biztosított arra, hogy tudatosan készüljek a pályára hosszú távon. És hogy lett ebből mi volt először? Újságírás? Hát nyilván a színházhoz később jött. Igen. Először volt az újságírás? Legelőször volt a színészet. Színész? Igen. Miután megtanultam angolul, elmentem egy amerikai színésziskolába, ahol felvettek, és ott kezdtem el a színjátszás csinyát-binyát elmélyíteni. Ezután jött a produceri munka, és legutoljára jött a magyar nyelvű újságírás. Érdekes. Igen. És milyen szerepet játszottál? Azért akcentusa biztos, hogy volt, nem? Volt, most már nincs. A legutolsó szerep, amit játszottam, a Méri Zsiráld Örültsége című színdarabban játszottam a főszerepet, Méri Zsiráldot, az Off-Broadway-on, New Yorkban, és ezért kaptunk is egy 2002-2003-as évad legjobb színészi kártyája. Gratulálok. Címet köszönöm. És ez jár pénzzel, vagy ez nem olyan, mint a Kossuth díj, mint ahogy itt van, hogy valaki kap egy ilyen pénzzel is jár, ezek a kitüntetések nem igen járnak pénzzel nálam. Többnyire nem, ez a díj nem járt. De szereppel jár esetleg. De szereppel sem jár, ez egy elismerés. Uh-huh. Tehát az elismeréssel, ami jön a szakmában való ismerkedés, illetve elismerés, ez a lehetőség. De Amerikában a színészet az nem egy könnyű dolog. Én magam is ebben a szakmában dolgoztam évekig, és tudom, hogy nagyon nehéz elhelyezkedni. És az emberek, ha nem sikeres a darab, mondjuk a Broadway, ami megy másfél évig vagy két évig, hát akkor bizony két hét múlva becsukják a színházat, és itt a vége. És akkor mindenki kint van az utcán. Na most ezt hogy tudja maga tolerálni, hogy most vagy van munka, vagy nincs, és ha nincs, akkor mit csinál? Hogyha nincs munka, akkor az ember közben próbál olyan dolgokat tanulni, amire még nem volt ideje, tehát jobbítja magát, ez egy folyamat, egy életen áttartó folyamat, és hát van egy komoly apparátusa egy dolgozó színésznek, nekem személy szerint van egy színházi ügynököm, van egy hangmérnöki, vagy hang voiceover, hogy mondják ezt? Filmrámondás. Igen, szinkronügynök, így igaz. Aztán van egy reklámügynököm, van egy menedzserem, tehát... Reklámot is csinál? Igen. A hangot csak? Nem csak hangot, nem. Ez Amerikában egy bevent dolog, hogy egy színész az mindenfajta területen dolgozik. Ami jobban elkülönül, az talán a színház, illetve a film. Nekem a színház a szerelmem, én azon nőttem fel itt Magyarországon, a filmet is nagyon szeretem, de inkább a színház hoz nekem egy olyan kielégülést, amire
És hol tud elhelyezkedni? Hát mondjuk tudom nagyon, hogy Amerikában, bár kisebb városokban nincs színház egyáltalán. Tehát nagyon limitált az elhelyezkedési lehetőség. Színház van New Yorkban, van Los Angelesben, van San Franciscóban, de hát nem úgy van, mint Magyarországon, hogy minden nagyobb városban van egy színház. Méghozzá egy kőszínház, hanem hogy iskolába játszunk, meg ilyesmi, de rendes színház. Na most az Amerikában egy ismeretlen fogalom. Tehát honnan, hogy tud, mondjuk felkérik San Franciscóba, akkor oda utazik, és ott játszik, ameddig megy a darab, akkor ott kell élni, mert a távolság óriási Amerikában. Hát nem ez csak, hogy leszaladni Debrecenről, Pestről. Igen, igen. Hát amikor én Los Angelesben élek, tehát amikor New Yorkban dolgoztam, akkor New Yorkba költöttem arra az időre, hogy ne. Egyébként az államoknak a fővárosaiban mindben van több színház. Mondjuk kisvárosban valóban nincs, vagy kisvárosokban valóban nincsenek jelentős színházak, de mondjuk van 50 állam Amerikában. Igen. Tehát minden nagyobb fővárosban van egy 2-3 színház, tehát elég nagy mennyiségű színház van ugyan blokk. Úgyhogy ez egy működő dolog. Nagyon nagy mennyiségű színész is van. Igen, ez így igaz. A város, ahol én lakom, Los Angelesben, ott hivatalosan van 110 ezer színész. Nem hivatalosan pedig olyan 250 ezer színész, tehát és van. És ebből hány ember dolgozik? Azt mondják a statisztikák szerint, hogy 3%. Hát ez egy nagyon óvozós szakma. Igen, szerint. Igen, igen. Most térjünk egy picit át a filmre, mert azzal is foglalkozott és foglalkozik. Igen. És ebben mindjárt megkérdezném, hogy hát most Magyarországon nem csak szórakozásból van itt, hanem szeretne egy filmet is csinálni, mint producer. Kérem, hogy erről beszélni pár szót, hogy miről fog szólni a film, és mikor fog elkezdődni ennek a forgatása, ha minden igaz. Torn from the Flag az angol címe, azaz Lyukas zászló. Ez egy dokumentumfilm, 1956-nak a nemzetközi hatásáról szólna, illetve a nemzetközi politika akkor. És az 50. évfordulóra készül 2006-ra a film. Egy 104 percesre tervezett angol nyelvű filmről van szó, ami jelenleg egy amerikai produkcióként indult. Én szeretném, hogyha koprodukció lenne, tehát egy amerikai-magyar koprodukció, de ez a magyar források, anyagi forrásoktól függ, hogy ez végül is milyen lesz. És hát lesz egy történelmi felvezetés, tehát a kiegyezéstől szeretnénk bemutatni a magyar történelmet, hogy mégis a néző, a nemzetközi néző át tudja helyezni, ugyanis nemzetközi piacra készítjük a filmet. És aztán maga 56, és aztán pedig a harmadik és legnagyobb része a filmnek pedig 56-nak a nemzetközi hatása. És ebben maga, mint producer szerepel, vagy ki találta ezt ki, hogy ez ilyet kéne csinálni maga? Én vagyok az anyja, igen. Hát maga ugye 56-ban még baba volt. Hát még az sem. Úgyhogy hogy jutott eszébe, hogy 56-ról akar egy ilyen aránylag nagyon nagy filmet csinál? Mert egyrészt nagyon sokat csináltak már róla, igazán jót nem. De hogy lehet ezt a nemzetközi piacon eladni, vagy amit maga próbál, az mennyiben más, mint a többi? Hát a legnagyobb hibája úgy gondolom az eddig készült filmeknek, hogy országhatáron belül, tehát Magyarország határon belül maradtak, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a világ elismerje, hogy 1956 világtörténelmi esemény volt, ahhoz meg kell nekik mutatni ezt, hogy miért, tehát be kell nekik bizonyítani. Én nemzetközi piacra készítem ezt a filmet, és olyan nemzetközi résztvevőket is szeretnék bemutatni, akik részt vettek a magyarok oldalán a harcokban, tehát például voltak észak-koreai, bolgár, görög, lengyel, itt tanuló külföldi diákok, akik segítették a magyarokat, illetve voltak olyan orosz katonák, akik átálltak, vagy valamilyen módon szintén segítették a magyarokat. Tehát őket bevonva, továbbá nemzetközi politikusokat, személyiségeket, színészeket, megkérdez, hogy ők rájuk akkor hogy hatott 1956, és miért gondolták azt, hogy ez nagyon fontos, és egy mérföldkő volt tulajdonképpen történelmi szempontból. Tehát egy olyan nemzetközi gárda lesz meginterjúvolva, ami érdeklődéssel tarthat számot a világban. Hány országban fogják ezt forgatni, mert akkor nagyon sok helyre kell majd menni? Így igaz, de a legtöbb államfő például, akiket szeretnénk meginterjúvolni, azok Amerikában is laknak, illetve hát oda is jönnek. Tehát elsősorban a forgatások az Amerikai Egyesült Államok területén
lenne, illetve Magyarországon. És az archívanyagokat, azt természetesen Magyarországon, vagy lehet, Amerikában is van egy csomó archívanyag, erről gondolom. Így igaz, a Washingtonban lévő anyag az elég széles, illetve hát a Magyar Nemzeti Archívumban is keresünk anyagokat, aztán a világ különböző levéltáraiban nagyon sok anyag van, és előbukkannak itt-ott, illetve a 90-es években elég sok új dolog került felszínre, tehát lesz új információ, ami... Na most ez egy olyan stílusú dokumentumfilm, amit mi dokumentumfilmnek nevezünk, vagy ilyen semi-documentary, ami magyarul annyit jelent, hogy közben történik események, tehát ha megy egy ló, akkor ez egy igazi ló, amit fel kell venni, meg kell hozzá tank, meg ez, az, amaz, szóval ez így is lehet csinálni, szóval ez egy költséges, nagyobb produkció lesz, vagy inkább az archív anyagokból van összevágva, és inkább arra koncentrál, hogy a ma élő embereket meginterjúolják. Hát az archív anyagoknak a felhasználása az elég domináns lesz, de nyilván szeretnénk meginterjúolni embereket is, amit mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy ez egy ilyen beszélőfejek című dolog legyen, hanem ma már a dokumentumfilm, mint műfaj kezd bele hajolni egy kicsit a játékfilmbe, és a játékfilm pedig vice versa. Tehát egy vizuálisan izgalmas, dinamikus, fiatalos lendülettel rendelkező filmről van szó, aminek a költségvetése $500,000, tehát ez egy Magyarország értelemben mindenképp egy nagyobb költségvetésű film. Hát ez mondjuk nem olyan sok. És ebben a pillanatban csak amerikai finanszírozás van? Igen. Még? Igen. Ez elég arra, hogy megcsinálta a könyvet, de magára a produkcióra, az már akkor kellene valami más támogatás is, gondolom, nem? Hát $500,000 benne foglaltatik maga a forgatás is. Tehát én 3 éve készülök erre a filmre, az elején nyilván az ember a saját energiáját, idejét és pénzét öli bele egy ilyen produkcióba, és aztán csak a későbbi fázisban kezd ketyegni az óra, hogy úgy mondjam. És van erre már disztribútor, tehát aki ezt forgalmazná, ezt a filmet? Most folyamatosan tárgyalunk különböző európai tévétársaságokkal, illetve... Szóval akkor inkább a tévé felé, és nem a mozi felé. Lesz mozi bemutató is, mindenképpen úgy lesz megoldva a film, egy úgynevezett high definition, ami egy magas színvonalú vizuális médium, arra vesszük, tehát mindenképpen színházban, filmszínházban is be fogjuk tudni mutatni a filmet, és de hát az általános nagy forgalmazás az a tévében lesz, inkább kétrészes sorozat. Részben. Igen, két, hát mert 104 perc, ezt nem lehet egyszerre, igen. És ki fog benne hirdetni? A tévéről van szó. Hát ez a tévétársaságnak a problémája, aki megveszi, ez már nem a mi területünk. De maga ezzel nem foglalkozik. Nem. De nem tudja behozni a Sony-t vagy valakit, mint partnert ebbe a filmbe, vagy valamelyik japán céget, aki mit tudom, órát gyárt, vagy kamerákat gyárt, azt maga annak semmi közelhez a dolgokhoz. Hát keresünk szponzorokat, tehát ilyen létezik, például a Panon Telekom, aki a Észak-Amerikában az egyik legismertebb, legalábbis a magyarság körében mindenképpen legismertebb távolsági telefontársaság. Ők támogatják például a filmet, tehát vannak különböző ilyen jellegű szponzoraink, de hogy maga a vetítés során majd a tévé, hogy kis kit hoz, abban de nincs az, abban nincs beleszólásom, és az már nem az én területem. Na most menjünk egy lépéssel arrébb, és elérkeztük az irodalomhoz. Igen. Szóval most már van film, most már van színház. Hogy lett ebből újságírás? Teljesen véletlenül, én mindig vonzottam az íráshoz, de nem kecsegtettem azzal magam, hogy még egy karriert fölvállalnék, úgy gondolom, hogy az már kicsit sok. És kért tőlem egy magyar kiadvány interjút, amit e-mail formájában bonyolítottunk le a távolság miatt, és nagyon tetszett nekik a stílusuk. És az Amerikai Magyar Panoráma magazinnak az akkori, illetve mostani főszerkesztője és akkor induló lapnak a főszerkesztője megkérdezte, hogy szeretnék-e tudósítani Hollywoodból nekik